Sziasztok! Én Bende Tibi vagyok, ez pedig itt az Apa Vlog. És a múltkor voltunk kirándulni a Dunakanyarban családostól, és közben arról beszélgettünk az MS-ében, hogy a baráti körben milyen idióta történetek bukkannak fel, amikor valaki arról beszél, hogy mire számított az első gyerek érkezésekor, és mi lett a végeredmény. Ebből gyűjtöttem most össze egy párat. Ezeknek a sztoriknak van egy jelentős közös halmaza, de azért vannak benne egyénre szabott vonások is. Egy újszülött első 2-3 hete arról szól, hogy az alapvető életfunkciókat próbálja meg elsajátítani, ami nekünk már olyan természetesnek tűnik, de a valóságban ez azért mégsem olyan természetes. Ilyen például az, hogy tudjon enni, nyelni, aludni, kakilni, pisilni, pukizni. Mire ezeket megtanulja, végigordítja a napokat. Szóval az emberek általában úgy tervezik, hogy a gyerekszoba nagyjából kész lesz a gyerekcuccokkal, mire hazaérkeznek a kórházból, mire megszületik a gyerek, mire leteszik otthon, a mózes kosarat a nappali közepére, és örülnek, hogy van egy gyerekük. Nos, hát a valóság ezzel szemben az, hogy a falvédő még hurkába csavarva, az őt tartó tiplik valahol a spejz mélyén, az a kiságy összerakatlanul, a szekrényben a ruhák nagyon szépen élére vasalva, csak sajnos más méretben, mert egy kicsit kisebb lett a baba, mint tervezték, és mire ezekbe belenőtt, addigra évszakváltás is volt, így aztán mégse sikerült annyira. Az egyik anyuka úgy tervezte, és úgy gazdálkodott az energiáival, hogy a hét második felére már csak kenegetni kell a sebet egy kicsit, és minden visszatér a végi kerékvágásba. A helyzet ezzel szemben az lett, hogy a kádba is alig tudott belépni, hogy letusoljon. A gyerek fölemelése egy tortúra volt, a korábban jónak gondolt szoptatós fotelből szinte alig tudott felállni. Az egyik anyuka barátnő például arról számolt be, hogy náluk a szoptatás borzalmasan nehezedült be. Megszületik a baba, ő merre teszi, és ugyanúgy, mint hogy a nővére, jönni fog a tej, és így minden rendben lesz, a baba majd szépen gyarapodik. Ehelyett szerintetek mi történt? Hát nem pont ez. Megérkezett a védőnő, aki rendesen így megnyomkodta a mellét. Az anyuka ordítva sírt, azt már csak a gyerek üvöltötte túl, a tej viszont a végén elindult. Ugyan fájó bimbokkal még, de nagyjából másfél-két hét alatt beállt a rend. A hasfájás az egy borzalmas dolog, a kisbaba üvöltésével jár, ami vigasztalhatatlan módon történik, rendkívüli hangerővel, egy nap egyszer vagy kétszer, másfél-két órán keresztül kibírható. Nálunk például kicsi Emu nehezen tanult meg böfizni. Ez azt jelenti, hogy kaja közben sok levegőt nyel, és ez bekerül a bélrendszerbe, az emésztőrendszerbe. Amitől viszont fáj, megijed, megpróbálja visszatartani, gondolom én, de az nem megy, aztán mégis kijön, erre fölébred, nem is alszik, csak ordít. Oh. A háztartási feladatok. És nem azért nem mosogatunk, meg nem pakolunk, mert lusták vagy hülyék vagyunk, hanem azért nem pakolunk, nem mosogatunk és nem vasalunk, mert ha alszik a gyerek, nem akarunk zajongani. Ha pedig nem alszik a gyerek, akkor meg általában vele foglalkozunk. Marad napi nettó 16 perc arra, hogy bepakoljuk a mosogatógépet, kipakoljuk belőle az előzőt, bedobjuk a mosást, centrifugáljon is ki még, amíg ébren van, nehogy fölkeltse álmából, és aztán gyorsan ki is teregessünk, már szép halkan, amikor fölébred. Érdemes jól gazdálkodni az idővel. Jön a segítő anyós. Amivel semmi baj nincs az én anyósom például, szuper jó fej. Az anyósok által ismert módszerek a lányuk életkorából fakadólag olyan 25, 35, 40 évesek. Ezeket ma már nem, hogy nem tanítják, de némelyiket kifejezetten tiltják a fórumbejegyzések, a Facebook csoportok, de még a védőnők és a gyerekorvosok is, ami aztán tényleg elhanyagolható. Én mondtam, hogy az én anyósom nagyon jó fej. Jó, de hogy mindent tegyék meg, hogy lehető leghamarabb hazam. De ez az én anyósomra nem vonatkozik. Disclaimer, az én anyósomra mindez nem vonatkozik. Ő szuper jó fej, és ez nem az ő példája, egyáltalán nem. Ez valaki más anyósának a példája. Ha szerencséd van, a második hét végére nagyjából beállt a puki, beállt az alvás, beállt a tej, és beállt a nyugalom. Úgyhogy ne keseredj el, iratkozz fel.